Köszöntöm Önöket, a Kanizsa Televízió híradóját látják, főbb híreink először csak egy-egy mondatban. Falubuszok, szociális és turisztikai célokra 4 járművet nyert pályázaton Tótszerdahely és Tótszentmárton községe. Főhajtás, Kustár Zsuzsa emlékére nyílt kiállítás a HSMK-ban. Csobbanás, évadzáró úszóversenyt rendezett a dél-zalai vízműese. A helyiek szolgálatában. Tótszerdahely és Tótszentmárton önkormányzata pályázaton nyert falubuszokat, valamint egy terepjárót, melyet a polgárőrség használ majd. Az autókat szombaton adták át ünnepélyes keretek között Tótszerdahelyen. Az önkormányzatok által elnyert falugondnoki buszok elsősorban szociális feladatokat látnak majd el. Nagyon jó szolgálatot tesznek ezek az autók, hiszen, mint bemutattuk, kis településekről van szó, és sajnos, amit be kell vallani, hogy azért elég el van idősödve a település lakói, úgyhogy nagyon sokan nem tudnak elmenni Nagy Kanizsán mondjuk egy vérvételre, vagy akár és vagy egy gyógyszerjel kell, vagy olyan gyógyszerjel, amit esetleg a helyben nem lehet megkapni. Ételhordásra, szállítmányozásra is használják majd az autókat, melyeket az egyesületek is igénybe vehetnek. Nagyon hiányzott egy ilyen autó. Tótszerdahely polgármestere Tislér István elmondta, a pályázat kedvezményezettjei között van a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás is, mely a Muramenti kistérség 11 települését foglalja magában. A Muramenti Társulás most nyert először autót, tehát ugye mert Szentmártonszerdahely esetében a korábbi autóknak a lecserélésére kerül sor. A Muramenti Társulás viszont nagyon nagy segítséget kap ezzel a turizmus szervezéséhez, az Euroregió kiszolgálásához, tehát ez a Mura régió, amit alakítottunk. Az ünnepségen jelentette be Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, hogy a térség gazdaságfejlesztési lehetőségeit összefogó Mura program elkészült. Amennyiben a kormány jóvá hagyja a programot, az a Mura és Kerka mentén elterülő 60-70 település számára komoly lehetőséget jelenthet. Én azt remélem, hogy pár év múlva azt lehet majd elmondani, akár egy-egy ilyen autód átadás vagy egy pályázati lehetőség során megvalósult beruházás végén, hogy a Mura program működik, és egyre több ember találja meg a számítását szülőhelyén, szülőfalujában. A falubuszokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból vásárolták meg, de a pályázat révén lehetőség nyílt a Tótszerdahelyi Polgárőrség régi autójának lecserélésére is. Horváth Advent. A Tótszerdahelyi Sztyipán Blazsetin Horvát Művelődési Intézet és a Kanizsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében várták koncertre a hallgatóságot szombaton a Felsővárosi templomba. A Kanizsai Horvát Kórus, a Tambura Zenekar és a Piarista Iskola Matia Károly Vegyeskara adott ünnepi hangversenyt. Közeledik az év talán egyik legszebb ünnepe, a karácsony, és mi így muramenti horvátok szeretnénk együtt felkészíteni a lelkünket erre a gyönyörű ünnepre, és az imák, templomi énekek mellett mivel is tudnánk mással, mint fiataljainkat szerepeltetni. A Piarista Iskola és a Tambura Zenekar közös munkája évekre visszanyúlik. Iskolánkban horvát nyelvoktatás folyik, és a Tambura Zenekarnak 3 tagja is iskolánk tanítványa volt. Tehát igazából a kapcsolatunk nem új keletű, vagy nem úgy kellett kitalálni, hanem a gyerekek maguk gondolták azt, hogy miután ez a nagyon remek zenekar szépen összeállt most már egy évek óta, hogy akkor legyen egy ilyen közös produkció. Tavaly, vagy 2 évvel Helikonon volt először, amikor együtt léptünk fel horvát népdalokkal, hiszen nekünk van egy zádári kapcsolatunk is, a Horvát Testvériskola, ahol egy katolikus gimnáziummal rendszeres a csere kapcsolat, tehát, és horvát nyelvet is oktatunk, tehát azért ez a kapcsolat azért nem most találtuk ki, hanem ez azért nagyon mélyről gyökeredzik. A szombati közös zenélés nagy örömet okozott fellépőknek, vendégeknek egyaránt.
5 évvel ezelőtt építettek először Betlehemet a zalavári templomban. Idén is úgy döntöttek, a hagyományt ápolni kell. A település lakosságának örömébe viszont bánat is vegyül. Egykori szeretett plébánusuk, a Betlehem építés kezdeményezője és támogatója elhunyt. Az építők Szímárton Jánosra emlékezve fejezték be a munkát. A bibliai életkép elérte a maximális méretét, idén a legapróbb részletek kidolgozására törekedtek. A tető is, mint látszik, spatulából van felragva, több ezer darab, és ugye ezt egyesével ragasztottuk fel. Ez volt a legnagyobb kihívás ugye az egészben. Az egyik építő, Kuruc Dávid büszkén mesél arról, milyen anyagokból sikerült megépíteni a Betlehemet. A jelenleg 19 esztendős fiatal már a kezdetektől részt vesz a munkában. Az egyházközségi tagok felkérésére készült egy új istálló, mert a régi már nagyon rossz állapotban volt. Erre kértek meg minket, hogy ezt újítsuk fel, és épült hozzá egy 2 négyzetméteres terepasztal is. Majd a következő években mindig bővítettük a betlehemünket. Egyre több anyagot használtunk, és mindenkinek nagyon tetszett. Körülbelül 8 nap alatt végeztek az építők a feladattal. Aprólékos munkával először a vázat építették fel, majd erre kerültek a különféle alkotóelemek. Kurusz Dávid mellett Lusz Tamás és Lusz József voltak a munka irányítói. Az elmúlt évek során gyűjtött tapasztalatokat is felhasználták, így a munkába alkalomszerűen besegítő társaikkal együtt gyorsan és rugalmasan dolgoztak a Betlehemen. Az építés már sokkal rövidebb volt, mint az eddigi években. Eleinte november, hát második hétében neki szoktunk állni, és akkor pont december elejére el szokott készülni. Most idén viszont elég volt 8 nap körülbelül, hogy elkészüljünk az egész Betlehemmel. Dávid és barátai különféle természetes anyagokat használtak fel az alkotás során. Körülbelül 500 kg követ, fel annyi homokot, 30 láda mohát szereztek be. Ezen felül még számos más anyagot, például faágakat is beépítettek az alkotásba. Idén újdonság a háttér, ami eddig nem volt. A Betlehemen szembetűnő a kidolgozottság, az átgondolt tervezés. Én alapból szeretek így építeni, meg makettezni. És ezért is kértek meg, hogy segítsek a Betlehem építésben, mármint a maga az istálló részében, mert az volt a legnagyobb kihívás, amit meg kellett építenünk. A többi az már kicsit könnyebb volt. Kurusz Dávid számára különösen fontos a munkában való közreműködés, mivel évek óta hobbija a makettezés, az építés. A legnagyobb feladat számára az istálló felépítése volt. Véleménye szerint a szépen felépített bibliai életkép a karácsonyvárás lényeges eleme. A mögöttem látható Betlehemet 2011-ben építették fel először helybeli fiatalok Zalaváron a templomban. Kezdetben még csak a falu lakossága látta ezt a Betlehemet, azóta már az ország minden részéből érkeznek ide, tavaly például 2000-en. Idén december 6-ától január 17-ig látogatható majd a zalavári Betlehem. A Keszthelyi Televíziót Tüskés Balázs tudósított a Zalavárról. További híreink következnek röviden. Miért nehéz szeretettel a másikra nézni? Tette fel a kérdést Bőte Csaba advent harmadik vasárnapján a Vörsi templomban. A ferences rendi szerzetes azért érkezett a Somogy megyei kis településre, hogy megnyissa az irgalmasság évét. Bőte atya arra kérte a híveket, emeljék egymásra tekintetüket, és ne fordítsanak hátat egymásnak. Nézőink a Szent Misét hétfőn 19 óra 35 perctől láthatják a Kanizsa TV műsorán. Advent. Az elmúlt napokban több programmal is kedveskedett a város az ünnepi várakozás Erzsébet téri helyszínén. A koncertek mellett a Városháza épületének fényfestését is láthatták az arra járók, negyed óránként más-más képekkel borították be az épületet. A hetek óta ingyenesen használható jégpálya is megtelt, volt, aki csak ismerkedett, és volt, aki siklott is a csúszós terepen. Mindezt ezúttal zenére tehették. Segítés vásárral. Ruha és ajándékvásárt szervezett a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony plébánia Karitas csoportja. A ruhavásár nem új keletű a szervezetnél, több mint egy évtizede évente 3 alkalommal várják az érdeklődőket, hogy válogassanak a cipők, ruhák, kabátok között. Idén az aktivisták ajándékvásárt is szerveztek. Vasárnap a közösségi házban karácsonyfa díszeket és az ünnepi hangulat megteremtéséhez dekorációkat, ajándékokat vásárolhattak.
A Caritas a befolyt összegből a rászorulókat támogatja karácsony előtt. Tudtuk meg Tulman Gézánétól, az önkéntesek vezetőjétől. Szomorú évet zártak. Idén 5 társuktól vettek végső búcsút a Napfény rákbetegek és hozzátartozóik egyesületének tagjai. A szervezet szombaton tartotta évzáró rendezvényét, ahol Karosi Lászlóné elnök beszámolta a közösség idei tevékenységéről. Mint mondta, sok programot szerveztek és számos meghívásnak tettek eleget 2015-ben. A betegség ellenére aktívak a tagok, és nagyon látszik az élni akarásuk. Karosi Lászlóné hangsúlyozta, nem csak a városnak, az idősügyi kluboknak, de a családnak is szüksége van rájuk. Idén emelkedett az egyesület létszáma, a pártoló tagokkal együtt több mint 100-an alkotják a Napfény közösséget. Generációk találkozója. Családtagok, barátok, ismerősök gyűltek össze szombat este a Voke Kodály Zoltán művelődési házban. Tánc és zene, ez adta meg a közös időtöltés alapját. Kaláccsal, jóborral megajándékoznak. Elsőként Széki Betlehemessel kedveskedett a közönségnek az est szervezője, a Pántlika Néptánc csoport. Benkő Jánosnak jött az ötlete, hogy egy betlehemessel az adventi várakozásba egy betlehemessel lepjük meg a családtagjainkat, illetve barátainkat, és közben táncoljunk is, amiket táncoltunk, azon kívül csináljunk egy táncházat. A Vizeli József vezette csoport tánc tudását is megmutatta, azt, hogy mi mindennel foglalkoznak próbáikon. A táncosok között vannak újoncok is. Én még nagyon új tagja vagyok a Pántlika Néptánc csoportnak, körülbelül 2 hónapja kezdtem el itt táncolni. Hát utoljára általános iskolába táncoltam, és azóta nem volt szerencsém. A szombati rendezvény táncházzal zárult, ahol a kezdő táncosok elsajátíthatták az alaplépéseket. A tapasztaltabbak pedig ropták, majdnem hajnalhasadtáig. Álmok álmodói. 2014-ben hunyt el Kustár Zsuzsa iparművész. Emlékére, tiszteletére hirdettek ősszel képző és iparművészeti pályázatot. Az alkotásokból pénteken nyílt kiállítás a HSMK Ősze András galériájában. A Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete és a Művelődési Központ szervezésében született meg a kiállítás az önkormányzat támogatásával. Köszöntőjében Déne Sándor polgármester hangsúlyozta a tárlat méltó főhajtás Kustár Zsuzsa emléke előtt. Álmaink őrzőjének távollétében komorrá és üressé vált életünk egy szeglete, elakadt forrásunknak egyik útja. A mai napon azonban a Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete és Kustár Zsuzsa gyermekei és családja kezdeményezésére ez az eltört álomkép újra álmodásra kerül. Az Álom című pályázat iránt nagy volt az érdeklődés, az ország különböző pontjairól érkeztek alkotások. A kiállítás sokszínűsége az, ami igazán lenyűgöző, mondta megnyitó beszédében Szem Adám György, Munkácsi díjas festőművész. Az itt kiállító művészeknek legalább a 2/3 régi ismerősöm, barátom. Azért volt nagy élmény most találkozni a műveikkel, mert nagyon sok embernél egyfajta teljes megújulást érzek. A tárlat szervezője Stamler Lajos hangsúlyozta, az emlékkiállítással remélhetőleg új hagyomány teremtődik a művésztársadalomban, és legalább 2 évente életre hívnak majd hasonló jellegű pályázatokat. A megnyitó végén a díjazott alkotókat szólították, Galiger Tibort, Kántor Józsefet, Kotnyek Istvánt és Melega Istvánt. Házi verseny. Már a jövő évre készül, de ezúttal is megtartotta évadzáró úszóversenyét a Dél-Zalai vízműese. A szombati megmérettetésen mintegy 80-an álltak rajtkőre. A hagyományos házi megmérettetésen a legifjabb korosztály is szerepelt, többen most versenyeztek először. A 25 és 50 méteres úszószámok mellett voltak családi és baráti váltóversenyek is. Én, mint szülő, nagyon örülök neki, hogy vannak ilyen rendezvények. A gyerekek egy kicsit meg tudják mérni magukat. Már nagyon régóta járunk, hiszen 2 fiam is ide jár úszni, hogy évek óta. Először a nagyobbikkal értelemszerűen, most már mind a kettő itt van, úgyhogy egy kicsi is úszik. Az egyesület sikeres évet zár, hiszen Molnár Flóra 22 század másodpercre van az olimpiai kvótától, s nagy meglepetés volt a felnőtt országos bajnokságon a női váltó 5. helyezése.
az uszoda felújítást követően tudunk ismét dolgozni az uszodában, ami nagy öröm. Ismét a létszámunk 190 felé kondikál már, tehát sokan vagyunk, és örülünk neki, hogy a város biztosítja számunkra, illetőleg a sportolni vágyók számára ezt a lehetőséget. Nem csak élsporttal foglalkozunk, hanem utánpótlás neveléssel is, sőt van egy fitness csoportunk is, az egészséges sport érdekében lejönnek és úsznak nálunk. A Dél-Zalai Vízmű Ese úszói idén még Győrben vízbe szállnak, majd kezdődik a 2016-os versenyszezon, amelytől sokat remélnek Kanizsán. Főbb híreink ismét röviden. Falubuszok, szociális és turisztikai célokra 4 járművet nyert pályázaton Tótszerdahely és Tótszentmárton községe. Főhajtás, Kustár Zsuzsa emlékére nyílt kiállítás a HSMK-ban. Csobbanás, évadzáró úszóversenyt rendezett a Dél-Zalai Vízműese. A Kanizsa Televízió híradóját látták, híreinket, hírműsorainkat, műsorainkat nézzék meg honlapunkon, a www.kanizsatv.hu oldalon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!